Thank you.
Jó estét kívánok! Hát itt vagyok, pontosabban halló itt vagyok, és arra várok, hogy önök engem hívjanak, és elbeszélgessünk az élet dolgairól. Kivel ez történt, kivel az történt, kinek öröme van, kinek bánata van, kérem önöket, hogy osszák meg velem, és akkor jól fogunk mindannyian szórakozni. Végül is egy ilyen műsor akkor sikeres, hogyha az emberek a beszélgetést úgy hallgatják, mintha hallgatóznának. Tehát belelesnek valakinek az életébe, és ez egy jó ér. Leselkedni, meg hallgatózni, akárki akármit mond, az jó dolog. Olyat fölfedezni, olyat észrevenni, amiről a másik nem tud, vagy nem tudja, hogy mi tudjuk, hogy mit tesz éppen, vagy mit mond. De hogy mit mond, az rajtunk múlik, önökön és rajtam, hogy mit mondunk egymásnak. A telefonszámot látják, én ezt innen leolvasom, azt mondja, hogy 061-es 911-168. És már valakivel tudok is beszélgetni. Halló! Mi jó estét kívánok, Szilágyi úr! Üdvözlöm! Üdvözlök minden hallgatót is! Talai Tamás vagyok. Üdvözlöm, Tamás, parancsoljon. És nagyon-nagyon örülök, hogy tudok önnel beszélni, mert én a gyerekkoromban, meg a fiatalkoromban emlékszem erre is. A Szilágyi János még akkor volt felebb, amikor ennek a szónak még nem volt bejáratív értelme. De igazából, ahogy így gondolkoztam rajta, hogy mit fogok mondani, ha sikerül bekapcsolni a műsorba, ilyen felújítás közepette vagyunk, és kapargatom a csempét a fogát. Nem irigylem. Hát, nagyon-nagyon jó dolog, mert főleg az ember ugye magának csinálja, de főleg az a lényeg, hogy ebbe is örömmel lelem, és pont erre gondoltam, hogy erről jó lenne beszélgetni valakivel. Már miről, a csempevakarásról? Nem, arról, hogy mi mindenben talál örömet az ember. Na. Mert annyi gyönyörű dologgal van tele az élet, meg ez az egész világ, hogy tulajdonképpen észre sem vesszük, mert fölkelünk, elmegyünk dolgozni, és akkor egy kicsit így besavanyodunk, estére fáradtak vagyunk, hogy nekünk milyen rossz, ugye a magyar amúgy is ilyen panaszkodós nép, de arra senki nem gondol, hogy amikor fölkelünk például milyen szépen süt a nap, vagy milyen, tehát mennyi jó dolog éri az ember. Én például a magam életébe tudok kiindulni, és arra jöttem el igazából, hogy a közhelyek maga az élete az embernek. Hát igen, ez egy különös képesség vagy adottság. A feleségem ilyen, aki nagyon tud örülni annak, szó szerint ma arra ébredtünk, hogy sütött a nap. Kifejezetten hát, örült neki. Sokkal jobban örül egy ajándéknak, amit kap, annak igazán tud örülni. Én meg azt mondom, kösz, bármit kapok, köszönöm szépen, blablabla. Ő nem. És mondtam neki sokszor, hogy nagyon irigyellek ezért, hogy tényleg át tudod élni a dolgoknak ezt a szebbik részét, igazán át tudod élni, és át tudod magad adni az élménynek. Én erre képtelen vagyok, de mi vagyunk többen. Mint ön is hát mondja, igen. Hogy keveset, az emberek nem tudnak nagyon örülni. Igen, meg nekem ez kicsit dilemma is egyébként, motoszkál a fejemben régóta, hogy ugye az ilyen ember azt mondják, hogy ó, hát ez mindennek örül, ez egy kis butuska, ez bármit lehet neki adni, eljátszik vele, stb., de nem csak, hogy ajándékról, bármiről legyen szó, de ez, hogy hol lehet az a határ az emberben, ami az örülök neki, és szeretem a dolgot, meg megtalálom a jót benne, és a között, hogy kvázi igénytelen vagyok. Tehát például ott van az ennivaló, hogy az ember ugye nem válogatós. Elérakják, megeszik minden, mert finom. Mert én abban szoktam kiindulni, például vannak ezek a szélsőséges dolgok, hogy a kicsköd bogarat megesznek a keleti emberek, meg tudom, a perúnyak kaplevelet rácsának, stb., hogy amit ember meg tud enni, én is emberből vagyok, biztos nekem is jól fog esni. És ugye van itt egy olyan kis lesajnáló
tekintet az emberek, hogy igen, jó neki bármi, tehát ő igénytelen. És pedig én szeretném, én elmondani az embereknek, hogy szeretném, ha átéreznék azt, hogy ez nem igénytelenség. Én szerintem nem igénytelenség. Visszatérve a csempe vakaráshoz, ön a lakását újítja föl? Hát nem, ebből lesz egy nagyon szép ilyen közösségi ilyen sportlétesítmény, vagy hogy mondjam. Hát aha, szóval most ön nem a lakásában van. Nem a lakásban. Aha, nem. Bocsánat. De ez a... Igen? Egyik barátunknak a háza, és ő felajánlotta nagyon kedvesen, hogy csináltunk itt majd egy ilyen testmozgás stúdiót, és akkor ezt alakítjuk most ki. És ennek most nagyon örülünk minden egyes pillanatának, mert együtt gleszelgetünk, vakargatunk, söprögetünk, fugázunk, meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk van ebben. Hát én nagyon örülök, ezt az öröm szót most sokszor hallottam az elmúlt percben öntől, hogy így megismerkedtünk, és bevallom férfiasan, akár a feleségemet, ezért a tulajdonságáért, önt is szívből irigylem, és nagyon örülök, hogy beszélgettünk. Jaj, nagyon köszönöm, és én is örülök, hogy tudtam önnel beszélgetni, és nagyon sok sikert kívánok ehhez a jó kis műsorhoz, mert ennek nagyon komoly múltja van. Hát az van neki. Az van neki. Régi dolog. Hát, bizony, az eredeti halújtajok az ment 80 január első hetétől 89 utolsó hetig. Pont 10 évig. Hát régen volt. Nagyon-nagyon szerettük, és mai napig szeretjük Szilágyi urat, mert köszönöm, mert egy álló csillag a média egén. Ne! Ilyeneket nem mondjam. Jó, ez nem realizást akar lenni, csak tényleg az ember ritkán jut oda, hogy egy ilyen nagy emberre tudjon beszélni. Nem vagyok nagy ember. Nem vagyok nagy ember. De 183 centis vagyok mindössze. Viszlát. Hát azért az nem alacsony. Viszhallás. Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót. Mit csinálja az ember, amikor szembe dicsérik, és én mindig úgy érzem, hogy ezt nem érdemlem meg. Mire föl? Azoknak az ismerősöknek szoktam mesélni, hogy attól, hogy ez a mikrofon itt van előttem, és az a kamera ott van, és én beszélek, és ennek a technikai eszköznek, vagy eszközöknek a segítségével engem látni, meg hallani, 5-en, vagy 500-an, vagy 5000-en, vagy 500 000-en, ez teljesen mindegy, én nem vagyok se 5-ször, se 50-szer, se 500-szor több, mint bárki más. Ez egy szakma, aminek az a lényege, hogy megsokszorisítják az ember hangját és a látványát. De ettől én nem vagyok több, és nem is tényleg nem tartom magam, nem szerénykedem itt, valóban így van. Voltak olyan kollégáim, akik elvárták, hogy őket fölismerjék, hogy kalapot emeljenek. Én egyáltalán ilyenért nem tudok semmiféle rosszallást kifejezni bárkival szemben, aki nem ismer meg, vagy ha megismer. Szóval nem kell engem dicsérni, na, ez a dolog lényege. Jól esik, de nem fontos. Halló! Jó napot kívánok! Jó napot! Szilágyi úrral beszélek? A legnagyobb mértékben. Oké. Okay. Hát én Bielszki Erzsébet vagyok. Hát mit kell rólam tudni? 13. éve ide kiköltöztem Kecskemét külterületére, egy tanyára természetbe, a 10. emeletről. És most egy tanyasi házban lakik? Igen, egy tipikus 100 éves igazi parasztházban, ami még verdfalból készült, mestergerendával, stb. És mi késztette arra, hogy ezt a cserét megcsinálja már? Ezt a lakásserét és ezt az életmód cserét. A nyugalom, uram, a nyugalom. Ez azt jelenti, hogy ön egyedül van? Egyedül a kiskutyámmal élek itt, igen. És a lakásban nem egyedül élt a kiskutyájával?
Hát igen, sajnos egy másik kutya, de ő már elhalálozott, és akkor ő vele költöztem ide, de azóta már sok minden történt. De ez a kis kutya ide született 13 éve a szomszédban, és Jessica-mal élet. És hogy él? Gazdálkodik? Hát, vagy legalábbis van egy kertje, ahol elvet ezt, azt? Igen, csak a 3000 négyzetméter úgy összvisz. Hát ottan éppen a gazfüvet nyírom, de egyébként most ilyen magas ágyással kísérletezem, mert elmondanám, hogy ez egy szikes homokos talaj, ami nem igazán termesztő. Igen. És ezt föl kell tuningolni. Nekem mezőgazdász volt édesapám, és egy kicsit elsajátítottam tőle, nem sokat, de egy keveset tudok. Hát csak egy kis sárgarépát, egy kis petrezselymet ültettem, ami éppen levesbe való, kis vörös hagyma egyéb. Hát most ezzel kísérletezek paradicsommal, paprikával. És annyira egyedül van, hogy ott tulajdonképpen szomszédok sincsenek? De vannak, de el kell képzelni azt, hogy közvilágítástól kezdve minden van, csak éppen egy ilyen homokos düllő úton kell bejönni a Köves útról, ahonnan járt. Egy helyjáratos buszra is ide ki lehet jutni, egy kilométerre lakom a busz megállótól, és onnan, ahogy én bejövök a kert kapuba, bejövök a kert kapun, utána már kitárul elém a cseri és bokros, gyönyörű fenyőfáim vannak, tujafáim vannak. Mint az időseknél ugye az udvar közepén az öreg diófa, tehát ez a természet kellemes lágy. Vannak emberek, én is ismerek ilyeneket, akik, főleg nők, akik félnek egyedül lenni. Nem, hogy egy tanyán teljesen egyedül van egy kiskutyával, és Én nem fél, gondolom, mert különben nem élne ott. Ember vagyok, nézze uram, én 21 évesen NDK-ba kimentem dolgozni, marósként dolgoztam, motoroztam, futballoztam 40 évig. Komolyan, 40 évig futballozott? Esküszöm, egy kis pályás meccseket játszottunk, az NDK-ba is volt csapatunk, ma már csak walkingozom 5 kilométert naponta, viszajozni is szoktam, úszás is megvolt, de sajnos most egy darabig nem volt, most már lesz. Ez igen. Én így élem az életem, és nagyon szeretem ezt a természetet. Én falusi lánynak születtem, és azt hozta ki belőlem, hogy ez a nyüzsgő világ, ami bent folyik a városba, a belvárosba, és ez az állandó gépkocsi zaj, meg minden. Itt nem tudom, nem hallani, de csiripelnek a madarak, tehát ez egy csodálatos. És mióta él ott ezen a tanyán? 13 éve. 13. éve. Igen. Na jó, megszakításokkal, mert én elég sok oldalú hölgy vagyok. Megmondom önnek őszintén, ilyen kétértő ember vagyok. Ez hogy érti? Hát mert Münchenben is éltem, meg itthon is élek, mert van egy megbízható emberke, aki vigyáz a tanyára, amikor én kimegyek. De volt, mikor Jessica-mal utaztam, amikor itten éppen a róka veszettségről beszéltek, akkor 2,5 hónapig Jessica kijött velem Münchenbe. És Münchenben mit csinál? Általában ápoltam időseket, segítettem. Aha. És ez rendszeres? Hát nem, ez ilyen csak kisegítő, nem lehet ezt ilyen nagy nyilvánosságra dobra venni, mert igazából rokonsági nyugdíjas voltam, és kevés szolgált időm van. Mit nem lehet nagy dobra verni, hogy ön kijár Münchenbe időseket igen, ápolni? Dolgozni, mert igen, ezt nem lehet dobra verni, mert ezt támadják az emberek. Irigyek, rosszakarótúak, rossz indulatúak. Nézze, én ezt a kis tanyát összekapirgáltam, én egyedül éltem, mindig egyedül fölneveltem. Ugye az NDK-ban megismerkedtem egy lengyel sráccal, ő lett a férjem. Onnan adódóan egy gyereket egyedül neveltem föl 3 éves korától, és úgy döntöttem, hogy amikor már a gyerekem felnőtt, diploma van a kezébe, önálló életet él, innentől kezdve én is
önálló életet élek, független vagyok. És úgy hallom, hogy jól is érzi magát ebben az állapotban. Így van, jó érzem a bőrömben nagyon így magamat, mert nem függök senkitől, semmitől. Ha úgy adódik, barátnőm éppen egy angol-német állampolgár barátnőm, aki a Európa Parlamentben dolgozott, most már 70 éves lesz, nem soká, nyugdíjas, vele beszélgettem. Jó ez a világháló, ugye? Hát igen. Bárkivel tudok kapcsolatot tenni, én ugye lengyelül, németül beszélek, tehát van még egy nagyon nagy hobbim, ugye van egy nyugdíjas klub itt a Kecskeméten, ahol elég aktívan benne vagyok, és ezt azt mondom, hogy kétértő, mert amikor próba van, táncpróba, mert népi táncot is, meg egyébként ilyen egyveleget is szoktunk táncolni. Most a Pérfi napra készültünk, nagyon jó videófelvételt, chatpartit csinálunk minden nap, reggel 9-től 10-ig, közben van egy kis torna, online torna, tehát ez így megy, és mégse vagyok egyedül. Hát megáll az eszem. Komolyan mondom. És nekem mindig azt mondta édesapám annak idején, hogy Dozsi, én téged nem féltelek, mert te még a jéghátán is megélsz. És azt hiszem, az édesapjának igaza volt. Igen, mert kitalálom azokat a dolgokat, amivel jobbá tegyem az életemet, hogy nem kesergünk és begubozzunk a négy fal közé, hanem vidáman kilobbanunk a természetbe. Hát igazán örülök, hogy ez a mai műsor két olyan emberrel kezdődött. Az előbb egy úr hívott föl, aki szintén azt mondta, hogy az életnek örülni kell, és így ön, van. Aki örül az életnek, így nyomkodom a fülembe. El tetszik hinni, hogy 7 szakorvoshoz jártam. Már hogy érti? Hát olyan beteg voltam, hogy 7 szakorvoshoz jártam. Kardiológus, reumatológus. Ma én gyógyszert nem szedek. Egy nőtől nem illik megkérdezni, de most kénytelen vagyok. 64 és fél. Hány éves ön? 64 és fél, mondtam. 64 és, én csak a 4 és felet értettem, gondoltam, hogy viccel. Hát akkor ő még fiatal hölgy. Hát hogyne, most vagyok a nyugdíj előtt. Hát örömmel hallottam, és kívánom, hogy a szikes talajt, hogy is mondta, föl fogja turbózni. Nem tudom, hogy kell szikes talajt fölturbózni. De tudni, hogy én megmondom, legalóra komposztáló, utána fekete föld, innen a környékből hoztam, és a legtetejére pedig virágföldet tettem. Szuper. És az ilyen kis magasságba fél, térden fölüli magasságba. Kívánom, hogy legyen jó termése. Köszönöm, hogy hívott. Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Minden jót. Hát, olyan jó ilyeneket hallani, mikor tényleg mindenki panaszkodik, mindenki rosszkedvű, mindenki az emberek durvák egymással, szolidaritásnak adott szituációkban nyoma nincsen, és akkor ilyen emberek vannak, akiket öröm hallgatni, és mint ahogy mondtam is, irigylem őket, hogy én nem ilyen vagyok. Nem vagyok a nagyon elszontyolodva, de nem tudok ennyire örülni az életnek, mint ez az előző úr és ez a szikes talajt följavító, fölturbózó hölgy. És közben valaki ismét hív, hála a jó Istennek. Halló! Halló! Üdvözlöm, Szilágyi János vagyok. Simonyi Gyula. Parancsoljon, kedves Gyula! A múltkorában hallgattam a adását, és ott egy hölgy nagyon kínlódott azon, hogy most a föld túl van terhelve, és hogy már nem lenne szabad autózni, meg repülőzni, sőt, még szívószálat se. Na és akkor úgy éreztem, hogy muszáj egy jó hírrel szolgálnom. No! A jó hír az az, hogy nem kell
aszkétának lennünk ahhoz, hogy a Föld rendben legyen, hanem jó szívűnek kell lennünk, jóságosnak. Ez hogy, hogy javítja a helyzetet? Az ökológiai lábnyom, nem tudom mennyire ismerős ez a fogalom, igen. Egy ember az életmódjával hogyan mennyire terheli a Földet, nem változott egy fél évszázada. Körülbelül ugyanakkora a fejenkénti ökolábnyom, mint 50 éve. Akkor mitől terhelődött túl a Föld? 50 éve még nem volt túl terhelve. Hát attól, hogy azóta több mint kétszer annyi ember van a Földön. És nem azért van kétszer annyi ember, mert az emberek ezt szeretnék, hanem mert az ENSZ becslés szerint 270 millió nőnek nincs joga, tudása, eszköze a fogamzásgátláshoz, és ezért másodpercenként négy nő jajdul fel, hogy úgy maradtam. És hogyha sikerül ezt a 270 millió nőt segítenünk, akkor nem lesznek baleset, teherbeesések. 270 millió az a 7 milliárdhoz, hiszen egyen élünk a Földön, nagyon kevésnek tűnik. Igen, de ebből van körülbelül 100 millió baleset, teherbeesés évente. Tehát de mitől van az, ezen sokat spekuláltam, hogy a szegény embereknél van mindig több gyerek. Talán Amerikát kivéve ott a jómódúaknak is van 3-4 gyerekük, nem ritka, de sok gyerek az mindig a szegény embereknél van. Igen, azért, mert történelmileg is a fogamzásgátlás az mindig a jómódúak kiváltsága volt. A szegényeknek de nincs módjuk, nincs tudásuk, nincs pénzük, nincs joguk. Hát ez egy ilyen történelmi, hogy is mondjam, szaporodás, erőltetés, hogy a különféle hatalmak mindig szerették a tömegeket szaporítani, hogy legyen olcsó rabszolga, meg proletár, meg katona, meg szülőgép, meg ilyesmi. Ez egyébként elég kemény kifejezés, ez Amartya Sen, indiai Nobel-díjas közgazdász beszél arról, hogy a nőket sok helyen még ma is szülőgépnek tekintik. Igen. Hallottam egy esetet, egy cigányokkal lakott faluszal sokkal több cigányember, cigány család lakik ott, mint nem cigány, és hát sok gyerek, és a polgármester is cigány volt. A polgármester a következőt csinálta. Egy uborkával és egy gumival, egy óvszerrel heteken keresztül elment a családokhoz, és megmutatta, hogy ezt az óvszert hogy kell használni, ezért volt az uborka, és hogy használják. És kiderült, hogy gőzük nem volt erről, amit ön is mond, hogy a fogamzásgátát, óv intézkedéseket nem tudtak tenni, és ez 3 éve hallottam ezt a történetet valakivel, aki ott lakik a közelben, vagy talán a faluban, arra már nem emlékszem, és abszolút lecsökkent a születések száma. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Igen, hát én többnyire inkább Afrikában, meg Indiában dolgoztam ilyen témában, meg Tájföldön, és ott inkább az jellemző, hogy a férfi sok gyereket akar, a nő meg keveset. De igen. Nincs beleszólásuk. És ön mit csinált ebben a 3 országban? Hát képzéseket, hát ezekben az elsősorban nőket oktatunk mindenhol, és hát a nők pedig a férfiak elől elrejthető fogamzásgátlókat kérik, a méhen belüli eszközt, az implantátumot, az injekciót, mert hát ahogy az egyik nepáli hölgy egyszer fogalmazta, a férjem meg is ölne, ha megtudná, hogy fogamzásgátlást csinálok. Tehát nagyon durva, és hát például Csád a világcsúcs tartó abban, hogy ott egy átlag férfi 6,5-szer több gyereket szeretne, mint egy átlag nő. Ott nagyon durva eltérések vannak. És hát ugye nem ő hordja ki, nem ő szoktatja, nem, tehát nem olyan övé a teher, ő csak szereti látni a sok gyereket, mint a nyáját, hogy szaporodik.
közben a nők meg belehalnak, meg például 1,5 millió csecsemő évente azért hal meg, mert két szülés közt még 1,5 évet se tudtak várni, és hát az anyai szervezet nem tudott regenerálódni, ilyenkor 3-szoros a csecsemő halálozás. Tehát ez egy humanitárius kötelezettség, vagy vészhelyzet, nem csak a föld túlterelése miatt. És ahogy itt sejtem, az ön munkája miatt nagyon sok ilyen esettel találkozik külföldön. Igen. És ezt a nők panaszolják önnek, vagy fel vannak emiatt háborodva, vagy a férjük 6,5 gyerekkel többet akar, mint ő, vagy hogy jut az ön tudomására mindez? Igen, az a érdekes, például Tájföldön ott ilyen mozgalmi vezetőket oktattam, ez egy ENSZ projekt volt, és csupa nők. A nők, ahogy öntudatra jönnek, megszervezik magukat, és akkor hát úgy tudnak valahogy eredményt elérni, mert egyedileg hát még az anyós is ellenük van, ugye a legtöbb kultúrában a nő kiszakad a saját családjából, és a férjéhez csatlakozik, és ott nagyon kiszolgáltatott helyzetben van. Hát igen. Meg például hát az egyetlen az írástudása, 500 millió írástudatlan nő van a világon, és ez nem csökkent 40 éve, a népesség robbanással nem tud az oktatás lépést tartani. Ha például egy kislány csak írni, olvasni, számolni megtanul, egy alsó tagozatot elvégez, már is csak fele annyi gyereke lesz élete során, mert egy picit már bele tud szólni a sorsába. Hát igen, a tanultság az nagyon fontos. Tehát, igen, hogy tanuljanak az emberek is, rengeteg helyen és rengeteg ember számára ez nincs megadva. Úgyhogy, ha segítjük ezeket, akkor ugye egész várható élettartami ökológiai terhet előzünk meg. Úgyhogy, ha az ember nem autózik, nem repül, nem süt, vagy nem hűt, nem fűt, stb., akkor le tudja faradni az ökolábnyomának esetleg a 20-30-40%-át. Ha viszont segíti a fogamzásgátlás nélkülözőket, akkor 100%-ot le tud faradni. És utána úgy lebeg, mint egy angyal a föld felett, aki nem is nehezedik rá. Akkor azt azért legyen szíves, fogalmazza meg, pont, hogy az ökolábnyom, azt értem, hogy mit jelent, de mégis hogy lehet ezt kiszámolni, hogy valakinek, hogy mennyi lábnyomot hagyunk a földön már olyan értelemben, hogy káros, amit csinálunk. Ezt hogy lehet mérni? Igen, hát van a Footprint Network, az ökolábnyom hálózat, ez egy tudós hálózat a világon. Én is dolgozok néha nekik, és ott precízen vannak kalkulátorok, vagy hát én konkrétan a Bocs alapítvánnyal dolgozok, a Bocsnak is van kalkulátora, Bocs a EU weboldalon, és ott mindenki kiszámolhatja, és azt is láthatja, hogy mi mennyi, hogy meg vétkezésének mennyi a lábnyoma a helyi piacon, friss dolgokat vesz, sokkal kisebb, mint hogyha a szupermarketben távolról utaztatott, feldolgozott, agyoncsomagolt dolgokat. A csomagolás jut eszembe, hogy most nálunk is július 1-től, úgy olvastam, csomó ilyen műanyag, egyszer használatos műanyag dolgot tilos lesz forgalmazni és használni. Nem tudom, hogy ebbe a nejlon zacskó is beletartozik, de azt mondták, hogy a fülpiszkáló, igen, hát marra sokan piszkálják műanyaggal a fülüket, mindegy. Nem tudom még, mik tartoznak ezek közé. Én nekem egy ilyen rémes élményem volt, Brazíliában voltam, és vonattal utaztam, és egy ilyen pusztaságon, mintha az Alföldön mentem volna át, és ahogy kinéztem az ablakon, annyira előttem van ez a kép, nejlon zacskók 100 000-eit hömpögette a szél ezen a nagy pusztaságon. Sose fogom elfelejteni. Fogalmam nincs, hogy kerültek oda, de Brazíliában minden esetre a városokban is rengeteg eldobott ilyen műanyag volt. De hát
Szerencsére az olyan emberek, mint ön is, akik tesznek valamit ezért, meg gondolkodnak ezen, hát talán a következő generációnak kevesebb ökolábnyommal kell találkozni. Nagyon köszönöm, hogy telefonált. Minden jót. Tényleg elgondolkodtató, hogy miket művelünk mi itt a saját bolygónkkal. Egyének ezt nem nagyon tudják megváltoztatni, pedig mégis, ha sok egyén vigyáz olyasmire, amire kell a szemét, hogy na... Ugye azt is szelektálni kell, hogy ilyen típusú szemét, olyan típusú szemét. Vannak, akik erre fütyülnek, és nem nagyon érdekli őket. És vannak, akik nagyon rendesen külön választják ezeket a dolgokat. Hát ez a felelősség kérdése. A telefonszámot látják, de azért mondom is. Egyes előhívószám 9-111-168. És ezt a számot már is hívta valaki. Jó estét! Jó estét kívánok, Szénágy Úr, Szabó Imre vagyok. Üdvözlöm! Hallottam már ezt a kapott jobbról-balról is jó hírt, rossz hírt. Én igazából csak a véleményre lennék kíváncsi. Én, hát nyilván nem fogjuk most megváltani a világot, ez a hajléktalan kérdés. Ez a téma most úgy jön nekem, hogy mentem ma reggel dolgozni, és a szokásos, hát ugye a körút útvonalán, minden piros lámpánál. Igazából én nem vagyok tisztában azzal, hogy ők hajléktalanok-e, vagy csak kérek. Ja, akik ott a kocsiba valami újság a kezükben, vagy anélkül kérnek. Vagy már anélkül, én úgy vettem észre, hogy már az újság az igazából csak bemutató példány, vagy nem is tudom az életén. Igen, én, igen. Én teljesen őszintén, én fedél nélkül hónapok után nem láttam. Tehát, hogy magát a terméket. Csak lehúzott ablaknál mentem, jött az úriember, olyan 60-65 év körüli. Egyébként igazi, szomorú szemű embertársunk volt, mert nem mondjuk, hogy nem az. És ön is vezető ember, tudja nagyon jó, hogy képtelenség a zsebből, pénztárcából kiszedni pénzt. Persze. Szerintem egy piros lámpánál ez fizikai képtelenség. Viszont pont volt mellettem két virszis kifel, meg egy fél literes diétás kóla, és kinyújtottam, hogy éhesse, kérje. És hát most a legfinomabb fogalmazás, azt mondom, hogy a pofámban röhögött, hogy azért szégyeljem magam, hogy csak ennyit. De ennyit próbáltam megnyújtani. Én ezeket gyorsan túllépek, csak én azt kérdezem, hogy úr, mit csinál ilyenkor a piros lámpánál, mikor jönnek? Bittent egyet? Hát igen, ezek furcsa és megoldandó helyzetek, hát nem, így szoktam csinálni. Már mikor jön? Mert vannak ott, ahol én lakom, ilyen hajléktalanok vagy koldusok, és egyszer egy nő, nem is volt egy ilyen 35-40 év korúli nő, mindig ott volt, és mindig kéregetett. Ez egy bevásárlóközpont, egy budai bevásárlóközpont előtt van. És egyszer szóval mondom neki, ide figyeljem, miért nem dolgozik? Azt mondja, hát mit csináljak, nincs semmi papírom. Mondom, ide figyeljen, itt egy négyzetkilométeren magának 20 munkát tudok találni, gyerekre vigyázni, kutyát sétáltatni, füvet nyírni, stb. Soroltam neki. Vonogatta a vállát, és aztán később eltűnt onnan, de a legnagyobb ilyen kalandom az volt, mikor egyszer egy utcán fekvő, de nappal volt, tehát nem volt még bebugyolálva, csak ott egy párnákon ült. Azt mondja nekem, szevasz. Szevasz. Kiderült, hogy én a 7. B-be jártam, ő a 7. A-ba járt, szóval egy iskolába jártunk. Jó, igen. És mondom neki, hát te meg hogy kerülsz? És akkor rájöttem, hogy mondta az iskolát, hogy ismerhettük egymást. Azt mondja, hát elváltam.
egyébként tanárember. Na. Mondom, hogy, és akkor mi van? Azt mondja, elváltam a lakás, a két gyereke volt, vagy három, a feleségem és a gyerekeké, spórolt pénzem nincs, egész egyszerűen, szó szerint az utcára kerültem. És magam se gondoltam volna ezelőtt másfél évvel, hogy én hajléktalan leszek. Pedig az vagyok. Döbbenet. És akkor gondolkodtam ezen, hogy tulajdonképpen sok ember kerülhet ilyen helyzetbe. Abszolút, ezt senki nem vitatja. A helyzetbe kerülés senki nem vitatja. A helyzetből kikerülés kellene ugye kitalálni, vagy megoldani. De nem valószínű, hogy rá lehet húzni egy adott problémát egy ember tömegre. Persze. És hát sokan, hogy is mondjam, valóban, ahogy ön is mondja, hogy így mondta, hogy a pofámba röhögött, tehát nem éhes, nem szomjas, hanem effektíve a koldulás, mert ez az, a koldulással többet keres, mint hogyha egy rosszul fizető állása lenne. Szép pénzeket lehet összeszedni egy nap. Ha mindenki csak ad egy 50-est, a mindenki alatt azt értem, a minden 20. ember, akkor is összejön napi 1500-2000 forint. Az biztos. Az még azért nem olyan. Nem azt mondom, hogy dúsgazdag koldusok vannak az utcán, de meg lehet belőle élni, lehet belőle enni, valót venni, és valami göncöt magára. Képzelj, egyszer olvastam valahol, kíváncsi vagyok a véleményére, hogy azok a kéregetők, akik táblával kéregetnek, tehát ugye fölírva, hogy szegény vagyok, gyereket műtünk, cukorbeteg, hátam is fáj, igen, mindig szó, hogy ők állítólag nem is magyar állampolgárok, hanem a román koldus maffia része. Ehhez mit szól? Igen, erről én is hallottam, de nem tudom leellenőrizni, mert egy kolduszhoz nem tudom azt mondani, hogy ön melyik maffiának a tagja. Ugye az ember ilyet nem kérdez. Nem kérdez meg, de a legprofibb, és ezt nagyon idézőjelben mondom, koldulási technikákat azt Indiában láttam. Na, és pedig? Én tudtam azt, hogy Indiában nagy a szegénység, és én voltam, népi táncos voltam, és nagyon lelkes voltam, és a koreográfus barátommal laktunk cigányoknál, putriba, cigánytáncot gyűjtöttünk ott 2-3 napig, meg a munkámnál fogva is rengeteg szegény emberrel, meg rossz módban élő családdal találkoztam, és Indiából fölkészültem, tehát tudtam, hogy hova megyek, de azt a szegénységnek a szagát, a közelségét, és a tömegességét látni, elmondok önnek egy dolgot, amit a totál káros voltam. Egy anya, egy fiatal nő, város, járda, nem volt a gyerek több 3 hónaposnál. Anya szült mesztelenül, feküdt mellette a beton járdán, élő gyerek volt, a nőnek ki volt nyitva, és a hasán szerintem csinált direkt egy késsel, szóval egy kicsit vérzett itt egy ilyen csíkba, és így koldult. És a gyerekére mutogatott meg a hasára. De elképesztő erőszakosak voltak ott Indiában a koldusok, tehát követett. De ha mindenkinek ad, mert egy barátom ott kindolgozott a követségen, és azt mondta, senkinek ne adj semmit, ne sajnáld őket, mert nem fogsz tudni szabadulni. Ennek ellenére jött egy helyes gyerek, aki nézett rám is koldult, és benyúltam valamiért a zsebembe, 15 000 gyerek volt abban a pillanatban mellettem. Értem, akkor és igaza volt a barátomnak, és attól kezdve, akárhogy könyörögtek, én nem adtam senkinek semmit. Hallott egyébként a bázeli módszerről? Ezt idén vezették be a svájciak. Azt hallott ki, hogy erről? Milyen módszer? A Bázel város, amit talált ki. Nem. Nem olvasta? Ezt egy gyors elmondom, nem akarok feltetni, egy percet elmondom. Idén tavasszal vezették be a svájci városban, Bázelben azt, hogy minden egyes hajléktalan kérhet egy darab oda jegyet bármelyik európai városba. Ez lehet vonat vagy repülő, uh-huh, de csak oda. És kapnak még
20 svájci frankot, ha jól számolom, az ilyen 6000 forint, 5800 forint, mert megfelelhet, vagy 18 eurót, viszont alá kell írni egy szerződést, hogy többet nem jönnek vissza. És megmondom őszintén, nekem így, ami bennem ilyenkor föltámad gondolat, az egyszerre vagyok halőr, meg orrforgász. Mert ha úgy nézzük a dolgot, azért ez fantáziából jeles, viszont úgy gondolom emberségből egyes alá, vagy elégtelen alá. Erről mit vélekedik, Szenegy úr, hogy ezt nem pedig hírolvasó vagyok, de ez valahogy elkerült a figyelmemet, ugyanez a véleményem, mint önnek, és nem hiszem, hogy Svájcban a hajléktalanok százai fognak repülőre felszállni, hogy elmenjenek Bernből Madridba. Bázelből, igen, de hogy én még azt is olvastam, hogy 31-en éltek ezzel a lehetőséggel. Igen? Ebből leginkább bolgár és román. Ja, igen. Hazamentek, de a bőfele vissza is ment, akiket most már hivatalosan ki is tudom tudod. Mert ugye ők aláírták, hogy többet nem lépnek be a bőfele. Hát... ennyi. Nagyjából nyilván megoldani nem fogja, szerintem soha senki. A dolog érdekessége talán zárójelben megjegyző, hogy Bázel az egyetlen város Svájcban, amelyik talán liberálisabb, mint Berlin. A világ. Tehát Európában igen. Liberális, ami ugye a Svájcától igencsak távol áll. És mégis ez a városvezetés hozta meg ezt a... Szerintem így vagyok radikális. Miközben Svájc egy igen gazdag ország, nem is tudom a fejemben összerakni, hogy Svájc és hajléktalan. Hogy Bázel utcáin fekszenek a földön. Igen, de ezek nem svájci hajléktalan. Persze, most mondta. Igen. Így akarnak tőlük megszabadulni, igen. És nem tudom, mondom, ez egy nagyon nagy kettőség kavarok bennem, mert ötletnek tényleg jó, de emberségből viszont szerintem borzalmas, rettenetes. Szilágyi úr, én nem tartom fotóval, nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltem. Örülök, hogy találkoztunk így telefonon keresztül. Minden jót. Szilágyi úr, minden jót. Szóval az előbb nem tudtam befejezni a telefonszámot, mert hál' Isten valaki rögtön telefonált, még egyszer mondom, bár úgy is látják, egyes előhívószám 911-168-as számon lehet hívni engem, és beszélgetni bármiről. Azon gondolkodom, hogy én miről meséljek most önöknek, ha nincs telefonáló, de van. Halló! Halló, itt vagyok. Én is. Jó estét kívánok. Üdvözlöm. Németh Nóra vagyok. Parancsoljon, kedves Nóra. Na, azért gondoltam, hogy betelefonálok, mert... én magam kismamákkal dolgozom együtt, vagy a kismamákkal foglalkozom, és nagyon érdekelne az, hogy amikor önnek gyermekei születtek, akkor ön apaként hogyan élte meg a babavárást, meg hogy abban az időben egyáltalán hogyan készültek az emberek a... Azt hittem, hogy azt kérdezi, hogy abban az időben hogyan készültek a gyerekek. Azok ugyanúgy készültek, mint manapság. Na. Szóval belevágtam a szavába, hogy mik készültek akkoriban, mire kíváncsi? Igazából arra lennék kíváncsi, hogy abban az időben az emberek, meg hogy ön is apaként, vagy leendő apaként abban az időben, hogyan készült a baba érkezésére. A gyermekeinek érkezésére, hogy hogyan emlékszik vissza erre az időszakra. Hogy mik voltak ugye a nehézségek, hogy egyáltalán milyen volt abban az időszakban, mert ugye manapság azt látom, hogy most így a 21. században iszonyatosan sok információ kering az interneten, nagyon sokféle információhoz jutnak a várandós anyukák és leendő apukák, és ezek az információk nagyon sokszor ellentmondásosak, meg nagyon sokszor az ember már nem tudja, hogy hogyan szemezgesse ki
a releváns meg a hiteles információkat, de úgy tűnik nekem, hogy régen, amikor, tehát az ön idejében, ez egy sokkal egyszerűbb dolog volt, hiszen az ember megtanulta a családban, felkészült teljes egyszerűséggel arra, hogy mégis mit kell tudni a babagondozásról, vagy hogyan készüljenek egyáltalán a szülők erre. Igazából hát azt hiszem, hogy erre lettem. Ilyen ön tőlem egy általános választ vár az én személyemen keresztül, miközben ezek egyéni történetek. Nekem két gyerekem van, egy fiam és a lányom, két anyától, két feleségtől. Más történet. Lényeg az, hogy én semmiféle ilyen gyerekvárás szituációra nem emlékszem. Azt tudom, hogy mikor a gyerekek megszülettek, akkor mi történt. Ugye az első esetben a fiamnál már éppen válófélbe voltunk, mikor jött a gyerek, úgyhogy egy éves volt a fiam, mikor elváltunk. És a második, az a lányom, ott ez nem fordult elő, és a lányommal én nagyon jó viszonyban voltam. A fiammal is jó viszonyban lettem volna, ha az anyja odaengedett volna, de ugye sok nő, ha nekik ítéli a bíróság a gyereket, egy ilyen válóper esetén, és általában az anyának ítélik, akkor úgy próbálják idézőben megbosszulni a elváló férjet, hogy a gyerekhez nem engedik közel mindenféle ürügyekkel. De a lányommal, hál' Isten, ez nem így volt, úgyhogy hogy vártam a lányomat, arra nem emlékszem, csak azt tudom, hogy nagyon jó volt vele. És azt hiszem, hogy egy normális apa voltam. Én a gyerekekhez különben is közel érzem magam. Egy gyerekkel ér két perc múlva abszolút barátságosan el tudok beszélgetni, ugyanis én a gyereket nem tartom gyereknek, aki egy ilyen kis sejtetyú, így beszél, nem így beszélek egy gyerekkel, hanem egy háromes gyerektől is bocsánatot tudok kérni, ha véletlenül, nem tudom én, hangosabban csapom be az ajtót, mert úgy gondolom, hogy egy gyerek ugyanolyan ember, mint én vagyok, csak kisebb, gyengébb és tapasztalatlanabb. De ugyanúgy gondjai vannak, ugyanúgy fél, ugyanúgy örül, és ezt meg lehet vele beszélni. Ezért nem szeretem, vagy nem fogadom, mert nem szeretem ezt, azokat a típusú szülőket, akik hazamennek, aztán mi volt a suliba, minden rendben volt, és akkor vacsoráznak tovább. Én ezt pont fordítva csináltam, de nem direkt, hogy ilyen speciális módon neveljem a lányomat, hanem hazajöttem, és mondom, te nem tudod elkezdeni, mi történt bent, hogy megint a főnököm olyan hülye, hogy azt te nem tudod elképzelni. És akkor meséltem, és ettől ő is mesélt. Anélkül, hogy igen, én külön kérdeztem volna tőle, hogy mi volt a suliba. Mondta, hogy ezzel összeveszett, ezzel barátkozott, ez egy hülye tanár, ezt a tanár szereti, és így tovább. Úgyhogy elég jóba voltunk. Na, köszönöm szépen, hogy ezt így elmesélte. Egyébként nekem egy 4 éves kisfiam van, és nálunk egyébként ez a történetmesélés, ez esténként szokott megtörténni, amikor alváshoz készülődünk, amikor mindig megkérdezi tőlem, hogy mama, mi történt veled a mai nap? És akkor én így elmesélem, és utána ő is elmeséli. És mindig elmondja azt, hát így most kezdte el egyébként, hogy elmondom neked, hogy van egy jó hírem és egy rossz hírem. De tényleg egy 4 éves tájában az annyira érdekes, hogy ezt így hallani. Van egy jó hírem és egy rossz hírem, és tegnap például az volt a jó híre, hogy épített egy homokvárat a homokozóban, kis kavicsokat tett rá, és a rossz híre pedig az volt, hogy a kis ovistársa összetaposta. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ezek olyan történetek egyébként, amik így
amik az ő kis életében itt benne vannak, meg tényleg kiderül, hogy aznap mi a fontos, meg nekünk mi a fontos, és ilyenkor így tényleg az ember rájön, hogy annyira jó egymást a figyelni. Meg annyira jó, nem? Tehát így hagyni a másikat elmondani, meg egyáltalán az érdeklődést így fenntartani. Igen, ez mindkét fél élvezi, a szülő is, és a gyerek is élvezi, ha egymással ilyen bizalmas és közlékeny viszonyban vannak. Az mind a kettőnek abszolút nagyon jó. Igen. Mondta, hogy a gyerek mondta, hogy rossz, van egy rossz hírem, és van egy jó hírem. Nekem van egy jó hírem. A jó hírem az, hogy majd elmesélem, hogy beszéltem önnel a gyerekekről. A rossz hírem az, hogy el kell búcsúznom, mert még valakinek kell időt adnom, hogy tudjunk társalogni. Köszönöm, hogy hívott. Én is nagyon köszönöm. Minden jót. Aztán a gyerekről, így a gyerek, mikor kicsi volt, jut eszembe, hogy sok szülő például elviszi a gyereket étterembe, és ott ül mellettem az asztalnál, hogy 4 vagy 5 éves gyerek, hát aki rettentően unja, hogy ülnie kell egy fehérre leterített asztalnál, és akkor hallom, ülj szépen. Én például a lányommal azt csináltam, hogy mondtam, menj, ahova akarsz. És az étteremben, és láttam, hogy a 4. asztalnál ott ül és kajál. Mert megkínálták ennivalóval, és mindenki jól érezte magát. Átintegettem, mondtam, hogy majd küldjék vissza, meg hogy egyél szépen, miközben a felnőttek nagy része se eszik úgymond nagyon szépen. Én a gyerekeket, pontosabban a lányomat, meg később a fiamat is, ezzel nem piszkáltam. Menjen az étterembe, amerre akar, nem kell, hogy szépen üljön, hanem szépen jöjjön, menjen. Halló! Jó napot kívánok, Sipos Lina vagyok. Üdvözlöm! Jó napot! Az ügyben telefonálnék, mert én személyi edző, illetve magánakrobatika tanár vagyok. Bocsásom, egy kicsit rosszul hallom. Pillanat. Nem. Ön most kihangosítva beszél velem a telefonján? Igen. Megtenni, hogy a füléhez vesz, és nem lát, majd néha nézzen rám, ha akar, de akkor sokkal jobban fogom hallani. Így most jó? Sokkal jobb. Jó, szuper. Köszönöm. Szóval lényegében én magán személyjelző vagyok, illetve magán akrobatika tanár, és azzal kapcsolatban telefonáltam be, mert szerettem volna felhívni a kedves hallgatók figyelmét azzal kapcsolatban, hogy szerintem mennyire fontos a rendszeres sport a fiatalok életébe, illetve mi mindent is ad a fejlődésük folyamán. Hát ne haragudj, hogy ilyet mondok, de ez egy abszolút közhely. Hát, hogy sportolni kell, meg sportolni jó, meg sportolni hasznos, ezt mindenki tudja, csak nem mindenki csinálja. Hát igen, épp ez a baj, hogy nem mindenki csinálja, főleg, hogy ez nem csak a testi egészségre van hatással, hanem a mentális fejlődésükre, illetve a szocializáció szempontból különböző hatások érik, nem csak az iskolába, de az edzéseken is, amik a továbbiakban igen hasznos lenne neki. Ön mit sportol? Akrobatikát tanult? Én akrobatikát is, illetve szertornáztam 15 éven keresztül. Aha. És mikor kezdte? Egész kislány volt, mikor elkezdett tornászni? Igen, én 3,5 éves voltam, amikor elkezdtem tornászni. Na ne! De! 3,5 éves korában tornaszeren, gerendán vagy gyűrűn tornászott? Gyűrű a férfi szer, de igen, gerendán voltunk, viszont nem magas gerendán, hanem csak ilyen alacsonyított talajgerendán voltunk. És ki volt a tanár? Már nem név szerint, hanem az óvodába, vagy az iskolába volt a torna tanár, vagy a... Nem, ez már egy külön egyesületben volt. Tehát ez egy külön egyesületi foglalkozás volt. Itt tulajdonképpen ez egy válogató, hogy X időn belül kik azok, akik ezt kiválasztanak versenytornára. Mondja, és itt is úgy bánnak, vagy bántak a
lányokkal, önnel is, amikor még kicsi volt, mint Amerikában a válogatott tornáslányokkal, erről sok hír volt, meg dokumentumfilm készült, hogy hihetetlen módon kifacsarták a lányokat, sérülten is ugyanúgy kellett ugraniuk. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet gyerekekkel így bánni. Ha nem tévedek, Károlynak hívják, egy Romániából származó magyar nevű házaspár ment ki Amerikába, és ott nagyon sikeresek lettek, oly módon, hogy ezeket a lányokat gyötörték. Szó szerint gyötörték. Uh-huh. És azok félelmükben és a terror miatt mindent megcsináltak. Minden esetre érdemes elkülöníteni az érsportot, meg a hobbi szintű sportot. Nyilvánvalóan nem katonaság szinten, vagy pláne nem ebben a korban, de azért, amikor már ugye a 8-9 éves kor terülik a lányok a feltornába, igenis egy bizonyos megkövetelt formátum van, amiben részt kell venni, aminek meg kell felelni. Ez nyilván csak az élsportban van, de közel sem annyira drasztikus, illetve drámai. És ön, ugye jól értettem, hogy ön akrobatikát tanít. Igen, én magán akrobatika tanár vagyok. És akkor hogy mutatja meg, hogy mit kell csinálni? Ön máig is tud akrobatikus mozdulatokat és egyebeket csinálni, hogy megmutassa a tanítványainak, hogy mit kell csinálni? Én a mai napig tudok kivitelezni akrobatikus elemeket, de ennek ellenére csak az alapokat szoktam bemutatni, mint például a kézállás még ilyen kisebb korban. De hál' Isten az elemek annyira egymásra épülnek, és logisztikailag összekapcsolhatóak, hogy nem szükséges, mert mire eljutunk oda, hogy mondjuk egy nehezebb elemet kivitelezzen, addigra már annyi alapozó edzésen, illetve elem begyakorláson túl vagyunk, hogy egy-egy apró mozdulaton múlik az, hogy valamiből egy újat kreáljunk. És olyan van, hogy egy olyan gyerek kerül a keze alá, ha mondhatom így, aki képtelen kettőt ugrani, olyan semmire nem való, hogy annak azt mondja, hogy pá, igen, többet ide ne gyere. Nem olyan nincs, hogy elkülnek. Nagyon gyakran találkozunk olyanokkal, akiknek a mozgáskoordináció nem volt kellőképpen fejlesztve, mint kisgyermekkorban, mert azért az ilyen baba-bama torna, baba-út, ezek mind nagyon fontosak, hogy az üzületek egészséges hajlékonyságúak legyenek, illetve sajnos az általános iskolák jönnek nagyon sokan ilyen alap gyakorlatokat megtanulni. Sajnos a testnevelő tanárok már nem kifejezetten foglalkoznak velük olyan szinten, hogy tudják kivitelezni az iskolában letöltött alapoknak az elvárásainak megfelelően. Most, hogy mondj, kiejtett ezt a szót, hogy testnevelő tanár, nekem a középiskolában egy volt válogatott boxoló volt a tornatanár, a testnevelő tanár, akit nagyon kedveltünk, de azt csinálta, hogy lehozott mindig két pár boxkesztyűt, és akivel nem volt megelégedve, és ilyen mindig volt legalább két ember, azt mondta, na húzzátok fel a kesztyűt, és gyerünk. És egymás kellett püfölnünk, ő a kis ujját nem mozdította, egymás kellett püfölnünk, és csináltuk három percet, azt mondta, jó van, te nyertél, levett, és a következő órán mást verekedtetett a kesztyűkkel, ez úgy bennem maradt. Hogy ez igen, az elég gyakori, hogy az ilyen testnevelő tanárok a saját sportágukat belevezetik az általános testnevelésbe. Így van. Hát én már sajnos nem leszek az ön tanítványa, amit borzasztóan sajnálok, de én most kénytelen vagyok egy akrobatikus mozdulattal fölállni és elhagyni ezt a stúdiót, és öntől elbúcsúzni, mert lejárt az időnk. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm szépen a lehetőséget. És köszönöm, hogy meghallgattak, megnéztek minket. Nem engem, hanem minket, hiszen nagyon sokan nagyon érdekes dolgokról telefonáltak. Találkozunk pontosan egy hét múlva, este 7-kor. Minden jót!